csütörtök megkezdődött a húsvéti ünnepkör. Állásbőrze lesz Topolyán április 8-án. Megkezdték a horgászengedélyek kiadását. Marad a változékony időjárás, de kevesebb lesz a csapadék az ünnepek idején. Köszöntöm a kedves nézőket, Önök március 24-i híradónkat látják. Húsvét a keresztény világ legnagyobb ünnepe Jézus kereszt halálának és feltámadásának emlékére. A zsidó vallásban Pészakkor ünneplik az egyiptomi rabságból való szabadulást. Eredetileg a két ünnep egy időbe esett, majd 325-ben a niceai zsinat a keresztény húsvétot a tavaszi napéj egyenlőséget követő első holtölte utáni vasárnapra tette. Mivel ennek időpontja évről évre változó, a húsvét úgynevezett mozgó ünnep. Húsvét vasárnapját megelőzően már nagy csütörtökön elhallgatnak a templomok harangjai. Azt tartják ilyenkor, hogy a harangok Rómába mennek, ott gyászolják Krisztust. Liturgikus szokás a nagy csütörtöki lábmosás. Általában magas rangú egyházi személyek mosták meg ilyenkor 12 szegény ember lábát. Egyes vidékeken zöld csütörtöknek is nevezték, mivel ezen a napon zöld növényekből készült ételeket főztek a bő termés reményében. Nagypénteken halt kereszt halált Jézus. A keresztények körében a bűnbánat, a mély gyász és a szigorú bőjt napja ez. Nagypénteken napfelkelte előtt friss kútvízzel vagy patakvízzel kellett mosakodni, az védett a betegségek ellen. Nagy szombaton aztán véget ért a 40 napos bőjt, újra megszólalnak a harangok. Jellegzetes szokás a feltámadási körmenet szombat este. Húsvét vasárnapján a kereszténység legnagyobb ünnepét, Jézus feltámadását ünnepli. Már a 3. századból vannak adatok, melyek húsvét vasárnap megünneplésére utalnak. Ezen a napon a reggeli mosdóvízbe sok helyütt piros tojást tettek, ennek egészségvarázsló szerepet tulajdonítottak. Vasárnap hajnalán szokásban volt a Jézus keresés, ilyenkor sorban felkeresték a falubéli kereszteket. Bizonyos vidékeken szokás a vasárnapi napfelkeltét valamely magaslaton nézni, hiszen a felkelő nap is a feltámadás szimbóluma. Húsvét hétfő a magyar népéletben a locsolkodás napja. A szokásról már a 17. századi írásos emlékek is fennmaradtak. A víz megtisztító, megújító erejébe vetett hit az alapja ennek a szokásnak, mely aztán polgárosodott formában megmaradt még a városokban is. Főtisztelendő Fazekas Ferenc, tiszamenti főesperes húsvéti köszöntője következik. Krisztusban, kedves testvéreim, ha röviden egy pillanatra végig tekintjük Jézus egész életét, akkor megláthatjuk az ő kiszolgáltatottságát, amikor gyenge gyermekként jött a világra szegényes körülmények között. Mennyi nem megért és kísérte tevékenységét, milyen erőtlen volt a kereszt úton, hiszen többször is elesett keresztjével. És az emberinél is emberibb, a gyengénél is gyengébb volt a kereszten meghalva. De a feltámadásban ő Isten ereje és bölcsessége lett. Így a húsvét számunkra megváltásunk, üdvösségünk ünnepe. Ünnepeljük, hogy a mennyei atya a keresztre feszített fiát felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd. Ő lett az emberiség legnagyobb kincse, és ezért érte, érdemes minden áldozatot meghozni, mert Jézus valóban a feltámadás és az élet. Kedves testvéreim, Krisztus velünk van és velünk marad. Ez a hit átsegít bennünket a kísértéseken, erőt ad a szenvedéseinkben, nélkülözéseinkben. Vele járjunk, szeressünk és küzdjünk. Ő benne bízva hordozzuk életünk keresztjét is. Az ővele való társalgásunk, barátságunk hozza meg számunkra a végső megdicsőlésünket és feltámadásunkat. Amen.
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat topolyai részlegében folyamatban van az április 8-án esedékes állásbörze szervezése. Március 25-éig várják a munkaadók jelentkezését. Már is több olyan szabadkai cég jelentkezett, mely hajlandó lenne a topolyai és a kishegyesi községek területén lakó személyeket is foglalkoztatni. A korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy számos cég csak az utolsó napokban jelzi az állásbörzéken történő részvételi szándékát. Jablán Anikó, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat kishegyesi tanácsosa elmondta, hogy már is több szabadkai cég is jelezte, hogy hajlandó lenne akár úti költséget is fizetni, ha megfelelő képességekkel és szakképesítéssel rendelkező munkaerőt találna. Topolyai 8. munkabőrzét április 8-án szervezzük. A Színházterem kiállító termében lesz 10 órától 1 óráig. Tehát szeretettel várunk minden érdeklődőt, úgy a munkanélkülieket, mint a munkáltatókat. És itt már sok munkaadó jelezte, hogy részt vesz a munkabőrzén. Felsorolnánk a résztvevőket. A munkaadók közül, a topjaiak közül a Caprioli jelentkezett eddig, a Potker, Masterfood, a Bácskosútfalvi Szila, az AIK, a DTD Krivaja, Szabadkáról pedig részvételét jelezte a Sever, a Contitech Fluid, Norma csoport, a Gordon, az Eminent, az iPhone Security, a Benu gyógyszertár, a Winner és a Delta biztosítóházak, valamint részt fog venni még a Termovent öntöde, az Obnatica, a Gomex kereskedelmi hálózatlánc és a Smartcom is. Tehát a felsorolt cégeknél lehet jelentkezni. A munkahelyek, amelyek szabadok, azok pedig a következő képen alakulnak majd. A keresletet grafikai munkások iránt mutattak ki, minőségellenőrökre lesz szükség, autófestőkre, adminisztratív munkásokra, lakatosokat keresnek, szerszámkészítőket, marós és esztergályos munkásokat, heggesztőket, gépésztechnikusokat, gépészmérnököket és diplomált gépészmérnököket, okleveles mérnököket, villamossági technikusokat, mérnököket, raktárosokat, fűtőket, varónőket. Tehát amit tudni kell, hogy mindenkinek, tehát legyen annak a személynek általános iskolája, középiskolája vagy főiskolája, egyeteme, mindenki találhat magának munkahelyet, és ezért felkérjük az érdeklődőket, hogy jelenjenek meg a munkabőrzén. A Capriola az főleg, tehát tudjuk, hogy kerékpárgyár, ő kimutatta a grafikai munkásokra, minőségellenőrökre, a keresletét, autófestőkre és az adminisztratív munkásokra. Valamint nem is sorolnám föl itt minden vállalatot, hogy mit keres, hanem itt az a lényeg, hogy ha eljönnek a munkanélküliek, akkor kész önéletrajzokkal érkezzenek, hiszen így gyorsabban körül tudják járni a munkabőrzét, és ami még nagyon fontos, hogy a megnyitó az 10 órakor lesz, ugye, ilyenkor nagy tömeget várunk, tehát aki nem szereti a tömeget, az időzítheti úgyis a látogatást, hogy később jön. Ami az önéletrajzot illeti, vannak egyszerűbb önéletrajzok, és vannak az európai normáknak megfelelő önéletrajzok. Ez attól függ, hogy kinek milyen iskolai végzettsége van, és ki milyen munkahelyre pályázik. Tehát az egyszerű CV-nél, vagy az önéletrajznál az a lényeg, hogy fölírjuk a bal felső sarokba a személyes adatainkat, tehát a nevünket, vezetéknevünket, a lakcímünket, a telefonunkat, ez a legfontosabb adat, hogy aztán kontaktálni tudjon bennünket a munkáltató. Akkor, hogy milyenek a tulajdonságaink, valamint van-e már munkatapasztalatunk, hol és mennyi idő dolgoztunk azon a munkahelyen, milyen az iskolai végzettségünk, melyik iskolát fejeztük, mi a végzettségünk, és ezen kívül, hogyha van különös, van hajtásengedélyünk, vagy idegen nyelvet beszélünk, vagy pedig más nyelveket, akkor azt fel kell persze tüntetni, hiszen ez mind számít majd a munkáltatónak. Ami a legfontosabb, hogy már kész önéletrajzokkal jöjjönek az érdeklődők, erre még tanfolyamokat tartottunk minden hónapban, most is még lehet jelentkezni, és szívesen foglalkozunk mindenkivel, segítünk az önéletrajzírásnál. Ami a legfontosabb az európai önéletrajznál, pedig, hogy itt bővebben kell feldolgozni az adatokat, tehát itt a személyes adatoknál, adatokon kívül jelen vannak még az ilyen iskolai végzettségnél, hogy milyen, nem is az iskolai végzettségnél, hanem a nyelvtudásnál, hogy milyen szinten vagyunk. Tehát nem csak a beszédnél, hanem az írásban, akkor a kommunikáló készségünk, hogy milyen, valamint a
az alkalmazkodó képességünk, tehát tulajdonképpen, hogy csoportmunkások vagyunk, vagy pedig egyéni munkában tudjuk jobban megtalálni magunkat, hiszen itt attól függ, hogy milyen munkahelyre pályázunk, mind a kettőnek lehet előnye. Tehát ezért fontos az önéletrajzban még azt is bírni, hogy mi a hobbink, tehát hogyha valaki mondjuk kosárlabdázott, vagy focizott, vagy tehát csoportsportba vett részt, mi jellemző erre személyre? Az, hogy ő alkalmazkodni tud, tehát könnyen tagjává válik egy csoportnak, és ez egy nagyon jó csoportmunkás tud lenni, aki csapattal, csapatszellembe dolgozik, és így sikert él el persze a munkába is. Na most, ha valaki olyan, hogy inkább befordul saját maga felé, ez főleg jellemző a technikai személyekre, akik mondjuk a termelésben adnak ki dolgokat, ezeknek is persze, hogy ez pozitív tulajdonság, és azok a személyek, akik saját maguk jobban tudnak dolgozni, tehát azoknak olyan munkahelyeken kell előnyt adni, de hát bízzuk a munkáltatókra, hát föl fogják ők mérni, hogy kinek milyen a tulajdonsága, még kit hova tegyenek. A munkabőrzére, amikor bemegyünk, akkor először is szét kell nézni, nem kell sietni. Minden asztalnál ki lesz téve a cégnek a neve, a szabad munkahelyek, és itt szép lassan sorba kell járni minden munkáltatót, meg kell nézni, hogy mi a kínálat. Az önéletrajzokat persze több példányba is hozhatjuk, és akkor ott, ahol érdekelve vagyunk, ott átadjuk az önéletrajzokat, és ami fontos még, hogy ez egy nagyon jó alkalom, hogy személyesen is beszéljünk a munkáltatóval, vagy pedig aki képviseli azt a céget, és itt ami a fontos, hogy pozitívan álljunk hozzá dolgokhoz. Tehát amikor belépünk, akkor már először is egy, nem mondom, hogy most mosolyogni kell, de viszont higgyük abba, hogy mi munkát találunk. Mert hogyha mi úgy megyünk már be egy munkáltatóhoz, hogy odaadom, csak oda lököm a papírt, úgyse lesz belőle semmi, akkor abból biztos, hogy nem is lesz, mert ez már egy negatív sugárzás. Tehát ha pedig úgy megyek, hogy igenis, én a legjobbat hozom ki magamból, és én megmutatom, hogy én erre a munkára képes vagyok, akkor ebből már előnyt szerzünk, és egy pozitív sugárzással hatunk a munkáltatóra, és reméljük, hogy ez sikerrel jár. Az ünnepi időszakban 2016. március 24-e és március 31-e között hosszabbított nyitvatartással dolgozik a Tisza-sziget közúti határátkelő hely. A közelgő húsvéti ünnepek miatt jelentős mértékű határforgalom növekedés várható a szerb-magyar határszakaszon. A gépjármű forgalom zavartalansága érdekében a Tisza-sziget Gyála közúti határátkelő hely, tehát március 24-e és március 31-e között 6 és 21 óra között elérhető. Gyermekszínjátszó községi szemléjét tartották meg tegnap Topolyán. A részletekről Csípe Tíme, a művelődési ház igazgatónője számolt be. Számos művelődési rendezvény mellett az alapító által egy meghatározott és kötelező feladatunk, hogy éves szinten megszervezzük a különféle községi megmérettetéseket, szemléket. Általában a szemlék időszaka már februárban megkezdődik, és egészen a második fél év idején tart, és végigkísér bennünket. Túl vagyunk a versmondó szemléken, és most március 23-án pedig a községi gyermek-diák színjátszók szemléje zajlik éppen. Összesen 7 előadás, gyermekelőadás kerül bemutatásra itt a moziteremben. 3 csoport, 3 bejelent érkezett a Bácskos-Kossuth-Falvi Időskovás Gyula általános iskolából, ezen kívül egy csoport az Enta Gunarasi október 18 általános iskolából, valamint ugyanúgy egy diákszínjátszó csapat Gunarasról, a Dózsa György általános iskola és a József Attila Művelődési Egyesület közös csapata, valamint 2 topolyai gyermekcsoport is bemutatkozik most. A Topolyai Vuk Sztefánovics Karazsics Szerb Művelődési Központ diákszínjátszói, valamint a Művelődési Ház Mosolycsaló báb szakköre. A községi szemlére Erdély Hermina, Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának színésznője bírálja ezeket az előadásokat. Amint lezajlott a rendezvény, akkor ő az ő ajánlata alapján lehet majd tovább jutni a legjobbaknak a körzeti megmérettetésre.
Idén ünnepli fennállásának 50. évfordulóját a Topolyai Zeneiskola. Ebből az alkalomból fényképkiállítás nyílik Topolyán a Művelődési Ház kiállító termében. A rendezvényre március 29-én 18 órai kezdettel kerül majd sor. Ugyancsak az évforduló alkalmából kerül sor az iskola tanárainak gála koncertjére, április 2-án 18 órai kezdettel a moziteremben, ahova minden érdeklődőt várnak. A Vajdasági Magyar Versmondók Egyesülete idén 4. alkalommal hirdette meg a műfordítások vers és prózamondó versenyét Arcok üveg mögött címmel. A versenyt április 16-án tartják. Gyermek, ifjúsági és felnőtt kategóriában lehet indulni egy világirodalmi próza vagy líra magyar nyelvű fordításával. Az alsó nevezési korhatár 8 év, a felső pedig 99. A verseny a Bács-Feketehegyi Kultúrotthonban 10 órakor kezdődik, a jelentkezési díj 400 dinár, és április 11-éig lehet nevezni. Bővebb tájékoztatása képernyő alján látható telefonszámon kapható. Beteg és szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek megsegítésére szervez jótékonysági akciót a Segíts, hogy segíthessünk alapítvány. Szerdán, március 30-án jótékonysági koncertet tartanak, községünk tehetséges diákjainak fellépésével. Közönség elé lép Zsárkó Pribákovics, a Pinkove Zvezdice zenei vetélkedő résztvevője, valamint Faletta Léna is. A rendezvényre a Topolyai moziteremben kerül sor 18 órai kezdettel. A belépő 100 dinár. A Vöröskereszt Topolyai Községi Szervezetében javában tartanak az előkészületek a Mit tudsz az egészségről szemle előkészítésére. Április 1-én 15 órától az általános és középiskolások tudás felmérésére kerül majd sor, de már hagyományosan vendégként részt vesz a rendezvényen a Bambi iskoláskor előtti intézmény és a Betesda szeretetszolgálat csapata is. A versenyre a Vöröskereszt épületében kerül majd sor. A Topolyai Egészségházban a húsvéti ünnepek ideje alatt március 25-én pénteken és március 28-án hétfőn nem dolgoznak. A mentőszolgálatban megerősített ügyelet várja a sürgős eseteket. A Komgrádból érkezett értesítés szerint a húsvétre való tekintettel március 25-én és 28-án munkaszüneti nap lesz ebben a vállalatban is, csak ügyeletet tartanak. A szemét elszállítás időpontja is változik. Azokból a körzetekből, ahonnan pénteken március 25-én kellett volna elszállítani a szemetet, ezt csütörtökön, március 24-én már megtették. Abból a körzetből pedig, ahol erre március 28-án került volna a sor, ezt március 29-én, kedden teszik majd meg. Hamarosan áttérünk a nyári időszámításra. A nyári időszámítás március utolsó vasárnapján kezdődik, és október utolsó vasárnapjáig tart. Március 27-én, vasárnap hajnalban 2 órakor, 3 órára kell átállítani az órákat. Szerbiában 1983. március 27-én vezették be a nyári időszámítást. A Kami Sporthorgász Egyesület megkezdte a rekreatív horgászengedélyek kiadását. A Tito Marshall utca 30-as szám alatti irodában munkanapokon 10 és 13 óra között lehet az engedélyeket igényelni. A második tavaszi bajnoki fordulóban a TSC 3-0 arányban legyőzte a Száva Szendemeteri Rádnicski csapatát. Milic, Ráhics és Sicár volt eredményes. Csapatunk eddigi egyik legjobb teljesítményét produkálta sokak véleménye szerint, aminek ezúttal meg is lett az eredménye. A következő ellenfél idegenben a pancsovai Zselezničár lesz majd. Nagypénteken már országszerte több órára kisüt a nap, csapadék nem várható, a szél keleten, délkeleten még élénk lehet. Hajnalban sokfelé fagyhat, mínusz 5 és plusz 1, délután pedig 9 és 14 fok közötti értékeket mérhetünk. Húsvét hétvégén alapvetően száraz időre van kilátás, több órás napsütéssel, csak időnként lehetnek felhősebb időszakok.
Jelentéktelen csapadék legfeljebb szombaton fordulhat elő. Időnként megélénkül a szél. Reggelente néhol gyengén fagyhat, napközben egyre több felé mérhetünk 15-17 fokot is. Kedden változóan felhős napos idő várható, elszórtan azonban még mindig lehetnek majd záporok. Reggel már nem várható fagy, napközben pedig 13 és 18 fok közötti értékeket mérhetünk. Kedves nézőink, Önök március 24-i híradónkat látták. Nem maradt más hátra, mint hogy valamennyi munkatársam nevében megköszönjem az Önök megtisztelő figyelmét, és kellemes húsvéti ünnepeket kívánjak Önöknek. A viszontlátásra, további jó tévézést!